Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei. Szóval lelkierő, tetterő, fizikai egészség, tökéletes összhang, különben gáz lesz. Fontolom a következő iránymutatást is, ez a nyugalom elérése. Igen, el kell érni a nyugalmat. Tehát tudatos teremtések nem valósulnak meg, elvétve igen, de nem valósulnak meg rendszer szinten, tehát rendszeresen a mindennapi életben, naponta 10-szer, 20-szor, 100-szor, ha az ember nem a nyugalom állapotából teremt. A szerencse és a bőség, figyeljétek majd meg, azokra szokott a leggyakrabban rámosolyogni és ráköszönni, akik nyugodt magabiztossággal valósítják meg az Isten által elrendelt feladataikat. És ez a legfontosabb. De ez nem azt jelenti, hogy nem fér bele egy csomó más, ami nem az életfeladathoz tartozik. Belefér az is. De a nyugalom a hangsúlyos itt. Hogy a nyugalom ehelyütt magában foglalja, hogy a megélő nem zavarja össze magát. Nem zavarom, tehát én nem zavarom össze magamat a saját gondolati, mondjuk így, hogy gondolataimmal. Tehát az elmémben nem sok gondolat kavarok, de egyik sem olyan, ami mondjuk üti a másikat. Az egyik vágyam még meg se valósult, de már ott a másik, aztán már követelőzik a harmadik. Tehát nem percenként váltogatom a céljaimat, és ezáltal nem űzi bennem az egyik a másikat, hanem mindig van egy kitűzött cél. És nagyon jó és kifejező a magyar nyelv, amely ugye azt mondja, hogy a lelki szemeim előtt lebeg. Erre majd visszatérünk később. Igen, tűzzél ki olyan célt, amivel oly mértékben tudsz azonosulni, hogy ez a lelki szemeid előtt lebegjen. Na most a kérdés az, hogy van-e ilyen cél? Tudsz-e ilyet? Rengeteg ilyen van, hogyha nyugalomba kerülsz, ha belül tényleg elcsendesedsz, és nem zavarod össze-vissza magad. Ha ez a cél összhangban van az isteni akarattal, nincs, ami útját állja a megvalósulásának. Ha nincs összhangban az isteni akarattal, még akkor is megvalósulhat, a kérdés csak annyi, hogy belefér-e. Belefér-e az életidődbe, belefér-e az életenergiádba. Mitől veszel el majd, és az milyen következményekkel jár. Tehát magyarul a céljaidat, javaslom, rendeld alá az isteni céloknak, feladatoknak, a te isteni éned, önvalód feladatának, és ha azon az úton jársz, amin az meg tud valósulni, akkor a többi mellékes cél, másodlagos, harmadlagos, negyedleges szükségletek is természetesen megvalósulhatnak. Miért fogalmaztam így? Azért, mert a Teremtő mindent tette, áldás, igen, tehát a helyes cél összhangban van az isteni akarattal. Mert a Teremtő mindent tette, áldás és varázslat. És ha úgy fogom fel az én életemet, a mágikus törvények szellemében, hogy én egy társteremtő vagyok, tehát én magam tulajdonképpen alvállalkozója vagyok a fővállalkozónak, tehát egy varázsló inas vagyok, egy mágus. Mert a Teremtő egy mágus, ha úgy vesszük, életében vagy létében, akkor a rejtett képességeimet is ki fogom tudni hozni magamból, és nem fog parlagon heverni. Nagyon sok ember úgy tér vissza ebből a létformából, hogy igazából az aurájában nagyjából minden születésekor inaktív képesség, vagy születése után pár hónappal bezáródott inaktívvá vált képesség, egész életében kihasználatlan marad. És nagyjából úgy is tér vissza. Pedig mindig fájó szívvel mondom, de el kéne azon gondolkozni, hogy miért van nekünk akkora auránk. Tudom, van, aki azon gondolkozik, hogy miért van akkora agyunk, és annak miért csak egy 4-5-6%-át használjuk ki. Én meg mindig azon gondolkodtam, hogy miért van akkora auránk, mert egyébként tök felesleges, ugyanúgy, mint az agyunk, ennek még gagyibb a kihasználtság irátája. És ezek azért fontos dolgok, mert akkor tulajdonképpen mi, hát a valóságnak és a bennünk rejlő lelki képességeknek, tudásnak, erőknek tulajdonképpen kevesebb, mint 1%-át használjuk ki, ha összességében nézzük. És valljuk meg őszintén, ha én valaminek, az egyszerűség kedvé legyen egy torta, én csak az 1%-át kapom meg, hát akkor az úgy kiábrándító, nem? Tehát annyira csekély, hogy az... Tehát hol van az az életben, melyik az a vizsga, amin az 1%-nak is már örülünk.
szerintem nem nagyon fogunk örülni neki. Hát ugyanúgy a lélek se örül annak, hogyha leszületik egy életre, és ki lehetne hozni belőle 100%-ot, akkor valaki csak mondjuk 1%-ot, vagy annyit se aknáz ki. Ezért nagyon fontos tehát, hogy szem előtt tartsuk, hogy a teremtésben mi szabad akarattal rendelkező lények vagyunk. Dönthetünk az egység törvénye mellett, ez az első, utána jön a tudatos teremtés, de dönthetünk a kétségek mellett. Ha valaki a kétségek mellett teszi a voksát, könyörgöm, ne csodálkozzon. Tehát akkor nem kell csodálkozni. A teremtés úgy működik, hogy vannak benne, hogy három folyamatot kell megkülönböztetni mindenkinek. Vannak teremtő folyamatok, ezt szeretné mindenki. Elég buta, ha ezt szeretné. Ugyanis vannak teremtő folyamatok, vannak fenntartó folyamatok, amik legalább annyira jelentősek, mint a teremtők, és a harmadikat is hát nem szeretni kell, mert ez a két szó kizárja egymást, de abban az értelemben viszont jóba kéne lenni vele, és el kellene tudni fogadni, hogy vannak pusztító, romboló, én jobb szeretem úgy mondani, hogy átváltoztató folyamatok. És ha ezt a hármat valaki képes összhangba hozni egymással, na akkor elkezd tényleg az élet átalakulni. Ezt egyébként a legjobban példázza az indiai Trimurti, hosszúval írják egyébként. Elmondom még egyszer, ezt a legjobban példázza az indiai Trimurti, amit ugye három, ugyanannak a teremtőnek három aspektusában különböztetnek meg, Brahma, Vishnu és Shiva, nem kell megegyezni, a lényeg, ami lényeg, az csak annyi, hogy ugye mindenki a teremtést, Brahmát szereti, pedig neki elég kevés temploma van Indiában, tehát őt nem tartják olyan nagyra, pontosabban nagyon nagyra tartják, csak éppenséggel nincs akkora hívő közössége, pontosan azért, mert egy nagyon megfoghatatlan valaki, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy ami nálunk első helyen van, az Indiában utolsó helyen van, a leginkább ugye Vishnunak a kultusza dívik, ezt pedig azért érdemes megjegyezni, mert ő a megtartó és fenntartó folyamatoknak valamilyen szinten a megszemélyesülése. Tehát mit jegyezzünk ebből meg? Hogy miután én elérem a vágyaimat, kedves fogyasztói társadalmi hívek és tagok, akkor azt megtartani is illik ám. Szóval nem úgy van, hogy megvan az új telefonom, és utána egy hónap múlva már lecserélném. Stimmelünk. Tehát a megtartásra nekünk vannak gondok, nem a vizelettel, hanem a különböző egyéb teremtési folyamatoknak a megtartásával. És ezután ugye jön az átváltoztatás, amivel a legnagyobb bajunk van, mert mi ezt ugye Shivával, tehát valamiért a halál istenségével társítjuk, holott ő nem a halál. Tehát így nem igaz, hogy a halál istensége. Tehát magyarul, amikor te elveszítesz valamit, meg kell válnod egy ruhától, egy borottól, egy bármitől, akár még az testettől is egészségedre, akkor a mi kultúránkban teljes a válság, teljes a káosz, teljes az ego és a lelv, és ilyen értelemben a psziché tipródása, mert elengedni meg végképp nem tudunk. Tehát teremteni nagyon, megtartani, hát csak úgy, ha gyorsan egymás után teremtünk még újabbakat, mert mindig van egy újabb és újabb, ez a fogyasztói ugye, ördögi kör, vagy mókuskerék, és akkor utána jönne a harmadik, amikor le kéne cserélni, el kéne engedni, mert hát igen, megöregettem, megjelentek a ráncok, már nem úgy ver a szív, már kihűlt egy kapcsolat, már elmúlt egy barátság, szóval, és akkor ilyenkor mi képtelenek vagyunk. Persze mondom, aki a ruháját se tudja elengedni jó szívvel, az nyilván nehezebben fog elengedni egy barátot, barátnőt, és még nehezebben fog majd a testi elmúlással megbarátkozni, de ezt csak azért mondtam el, tehát, hogy nem a megszemélyesített isteni formákban kellene most dobzódnunk, meg ott leragadni, ez csak az emberi elme valóságához hozta közelebb azt az egyébként mély filozófiai elvet, mi szerint az életnek dinamikája van, az életben körforgások vannak, tehát a tudatos teremtésekben úgy tessék gondolkodni, ha rám hallgattok, mint ahogy megfőzünk egy kávét, az is egy tudatos teremtés, tehát már ott elkezdődik a tudatos teremtés, hogy egy kávét fogok főzni, és utána kimegyek és megfőzöm, hangsúlyozom egy eszem első szemében, jó? Tehát nem ez a légy szíves akkor. Mire kiérek, addig le legyen ott. Nem, most egy eszem első szemében teremtünk. Tehát ez egy körforgás, ami arról szól, hogy a fizikai születésem, a fizikai növekedés, fenntartás, halál, túlvilági lét, aztán újra születések, ezek mind nagyban
És kicsiben is egyébként, most azt nem mondanám végig, hogy mi történik a kávéval a körforgás során, de mindenki el tudja képzelni, tehát a lényeg, hogy ezek kicsiben nagyban ugyanazok a folyamatok és ugyanazok az analógiák. Ezeket az analógikus gondolkodásokat kellene Hermes szerint nagyon megtanulnunk, és ha úgy tekintek mindenre, hogy átadja helyét az újnak, tehát minden újjá születik, tehát nekem nem kell elengednem a telefonomat, de tulajdonképpen az új csak a régi helyére költözhet. Tehát akkor én most, mert ezt csinálja a lélek is, hogy elengedi a testet, és egy újat ölt magára. De akkor a telefon is erre képes. Tehát nyugodtan el szabad engedni. Jó. Tehát itt egy végérhetetlen láncolatra, egy folyamatosságra és egy dinamikára hívtam fel a figyelmet, amelyben nem létezik halál, annyiban igen, hogy jelenségként, illetve átalakító erőként létezik, de az a démonizált halálképzet, ami a teljes megsemmisülést akarja, nem jön létre. Illetve ez csak az elménkben létezik. Figyelmetbe ajánlom az Istenek beavatásai, az egyiptomi misztériumiskolák, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, valamint az Élet mágikus alapelvei című könyvemet. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!